Ha még egyszer ilyen fegyelmezetlenséget tapasztalok, az illetővel pálcával vagy korbáccsal fogom benevelni benne, a rendet. Honnan gyűjtél? Pestvárosából Pe Pe jó uram. Pestről. Igen, úr. Oszmán felhatóság területről. Nem vagyok jó Ezer szerencsét, hogy szükségünk van az új emberekre, de rajtad tartom a szememet. Köszönöm. köszönöm. A legkisebb jele annak, hogy privék lennél, menten karóba húzatlak. Ilyen. Igen, Igen gyógyulom. Losonci Mihály vagyok, a város és mint ilyen felelős vagyok a kapuk őrzéséért, illetve az olyan tejfelesztváj új kiképzéséért és szoktatásáért, mint Kentek. Tehát, már két napot elvesztegettünk, ezért a mai napot roppant hasznosan fogjuk tölteni. Először is mindenki meg fogja ismerni Eger várát, és hogyha netántán valaki parancsot kap valamelyik tisztől, hogy villámgyorsan erősítse a kovácsok tornyát, akkor az ne a zárkándi csak környékén tébláboljon. Utána pedig szépen mindenki át fog esni a helyi kiképzése. Majd megkapja a rendes helyét és beosztását. Tehát 5 percen belül mindenki sorakozik a vár hőbejáratánál, és megkezdjük a körbejárást. Végeztem! De nem az előadásommal. Köszöntök mindenkit, én is nagyon sok szeretettel. Empap Gergely vagyok az Egrivárnak az egyik tárdott vezetője. Én tovább bővítem egy kicsikét a kakuktojásoknak a sokaságát, hiszen nem csak tárlatvezetőként dolgozok, hanem a Hungari Dzsebegyi Egyesületnek is az elnöke vagyok, tehát egy hagyományőrző csapatot is van szerencsém igazgatni és koordinálni. Elsősorban mondjuk az oszmán korral foglalkozunk, de nem állt tőlem távol természetesen a magyar oldal se, főleg, hogy levéltári kutatásaim során nagyon-nagyon sok iratot sikerült átnéznem, főleg Egervárosával kapcsolatban, és a hódoltság, illetve a rákócikor idejéről. Tehát mondhatom azt, hogy eredeti források alapján sikerül nekem dolgoznom. Az interpretációk felé akkor kezdtem el fordulni, amikor a felújítások során sajnos be kellett zárnunk a kazamata rendszert, és hát azt tapasztaltam, hogy nagyon nehéz dolog elé álltunk, hiszen addig egy viszonylag ingergazdag környezetbe tudtuk vezetni a vendégeket, hiszen a kazamatában volt tüzes imitáció, mozgóágyú, működő aknafigyelő rendszerek, és a végén a folyosónak még egy aknarobbantás is be volt szépen építve. Tehát mondhatjuk azt, hogy az emberek meg tudták tapasztalni testközelben, milyen lehetett ez a tevékenység, ez a folyamat. Ehhez képest azért, amikor ki kellett mennünk a várudvarára, viszonylag ingerszegény környezetbe kerültünk, tehát más módot kellett találni, hogy felkeltsük a vendégek érdeklődését. Őszinte leszek, az első néhány vezetésem azt a katasztrófával tudnám nagy vonalakba egyenértékűvé tenni. ilyen visszajelzéseket kaptunk látogatóktól, hogy hát ezt egyedül is meg tudtuk volna nézni. Köszönöm szépen. Illetve az, hogy láttam a vendége egyes vendégeken, hogy szabályosan zavarja a nézelődésbe azt, hogy én közben mondom a szövegemet ezért valamit ki kellett találnom. Hát mondom, ha ezzel nem tudom fenntartani a figyelmüket, akkor visszanyúlok a levéltáros kutatásaimhoz, és akkor megpróbálom kivenni belőle azokat az elemeket, ami esetleg a vendéget érdekelheti, és ekkor itt az az ötlet, hogy akkor próbáljuk meg a vezetés során összehasonlítani az egri csillagokat, illetve a ténylegesen történt, ami dokumentálható valós dolgokat. És azt vettem észre, hogy ez már bizony nagyon érdekli az embereket, hiszen, ugye, aki az egri olvassa, akkor alapvetően egy oldalról ismerő minden egyes szereplőt, a pozitív szereplőket pozitív oldalukról, a negatív szereplőket negatív oldalukról. Viszont mindenki csak emberből van, tehát mindenkinek van jó és rossz tulajdonsága egyaránt, és ez már az átlagembert érdekli, hiszen akkor már a hősök is egyszerű emberek lesznek közöttük, tehát bárki lehet hős tulajdonképpen. És ekkor kértem segítséget ö, Pesti barátaimtól, Ádámtól és Livitől, hogy segítsenek ezen a téren előre mozdulni valamilyen ö, Formába. És akkor így szépen elkezdődtek formálódni a fejemben a különböző karakterötletek, hogy mégis kik lehetnek azok, akik esetleg érdemben megjelenhetnek itt Egervárában, mint karakterek. Hát az egyiket már ismerhették, nem túl kellemes oldaláról, ez a bizonyos Losonci Mihály Strázsa mester, aki egyben felelős ugye, az újoncoknak a kiképzéséért, és hogy ő mutassa meg a várat a frissen érkezetteknek, de ugyanakkor, vagy még ugye Juli tegnap beszélt a túlkapásokról, hát én most direkt beépítettem egy túlkapást, ha egy vendéget lebüdős paraszt az az nem biztos, hogy nagyon pozitív élménnyel fog távozni az egri várból, viszont ha ezt egy beépített emberrel teszem, hiszen Ádámmal már tegnap megbeszéltem, hogy legyen olyan szíves, arcátlan módon dumáljon bele az előadásomba, akkor ez már kicsikét másképp csapódhat le, illetve a vendégnek is rögtön van egy véleménye a karakterről. Aki ugye katona viselte ember, mert azért vannak nálunk az idősebb korosztályból is bőven, az gondolja, hogy hülyen volt az én utasi örmesterem is, de akár gondolja azt is, hogy igen, egy ilyen keménykező tisztát akár még szívesen követhetnék is. Az átlagember meg, Jézusom, milyen bunkó ez. Igen, a katonák a 16. században egyszerű nyers emberek, mert a mindennapos halállal néznek farkas szemet azok nem fognak finoman köntörfalazni, na akkor legyen olyan kedves, fogja be a száját és váljon vigyázba, az leteremti villámgyorsan gyorsan az embert, és egyben mindenkinek megmutatja, hogy ez a rend, és így kell viselkedni, pont. És ez is már egy rögtön egy életszituáció, amiben az ember bele tudja magát képzelni, valamilyen módon. De nekem sokkal jobban tetszene az a koncepció, hogy már egyszer-egyszer ki is próbáltam egy, egy ilyen beöltözött vezetést, én még interpretációnak nem nevezném, mert ahhoz azért még nekem is nagyon-nagyon sokat kell fejlődnöm és tanulnom ebbe a témában. Amikor jött egy vendégcsapat, és én kiálltam, hogy valóban strázsamester vagyok, de a Bécsi követséget vezetem körbe, akik az eddig juttatott felújítási pénzeket ellenőrzik, hogyan, hogyan hasznosították, és hogy áll az EGRI várnak a jelenlegi műszaki állapota. És hogy miért kérek még több pénzt a kapitány úr nevében, hogy mit kell még kiavítani. És akkor ez is egy rengeteg kérdés lett fel, hogy mi az, hogy mondjuk 42 ezer aranytallért különítette az udvar a vár felújítására. Hát ez ugye egy összeg, de nem tudunk vele mit kezdeni. Tehát már lehet megint játszani, hogy milyen volt akkor egy átlag ember keresete, milyen a... És akkor már ha, hasonlítom azt, hogy még mennyi veszek egy pár csizmát, akkor már az embernek rögtön van egy kapcsolata, hogy igen, ma egy csizma 50 ezer forint, ha egy katona 35 dénárért már csizmához jutott, és tudjuk, hogy 100, kb. 100 dénár egy forint, akkor a katona két arany forintot keresett, akkor kb. 200 ezer nettó jövedelme van. És akkor már nagyjából el tudják helyezni katonát, jól fizetnek. Igen, mert a katona általában rövid életű, és hát életveszélyes munkát végez állandóan. És akkor megint van -e egy gondolkodás lehetőség, hogy hűde jó, vagy hűde rossz volt ezeknek az embereknek. Tehát ez lenne az egyik elképzelésem. Ez alatt szépen be lehet járni a várnak egy részét, hanem az egri vár elég kis területen, csupán 4,5 hektáron van, tehát jóval hosszabb túrákat kell elképzelni, tehát nem egy ilyen 35-40 perces, hanem bizony nekem van olyan vezetés, ami a másfél órába is belerúg, attól függően, hogy hány kérdést kapok menet közbe. És szerencsére az emberek azt veszem észre, egyre inkább szeretnének kérdezni, mernek kérdezni, és érdekli őket az, amit hallanak mondjuk mindig kapok egy-egy olyan csoportot, aki ön is a leghamarabb, szeretnék megszabadulni, mert látszik rajta, hogy jó, van megint egy kötelező program, mert tanárnő ide rendelt minket és osztálykirendelés keretei között ezt most muszáj végighallgatnunk, hát akkor én sem fogok annyira belemenni a részletekbe, akkor szabadulj meg egymástól minél gyorsabban, és akkor mindenki boldog. Ők végre elszabadultak, mehetnek a szabad programjukra, és én se érzem magam kényelmetlen a szerepembe, hogy folyamatosan ezeket a unatkozó jegesmedvéket kell néznem tucat számra. Viszont ha már van egy magyar karakter, azért meg, kell, meg szeretek emlékezni, hogy az Egrivárnak csak volt egy 91 év, amit oszmán uralom alatt ö, élt meg. És én nekem 2013-ban debütált egy karakterem, egy dervisem, és arra gondoltam, hogy Evlia Cselebi is dervis volt, bár nem bektási de mégiscsak valamilyen szinten hasonszörű karakterről van szó, akkor mi lenne, ha a törökkori egerben Evlia Cselebi vezetné körbe a látogatókat, és akkor elmagyarázhatná szépen, hogy na kérem szépen, akkor itt van a szép bársia, ami olyan magas, hogy a madár kétszer meggondolja, hogy átrepülje, vagy megkerülje. Hát megnézve a szép bástyát, felújítás alatt azért elég egyértelmű elnőlem, hogy átrepül fölötte a madár, nem fog ezen gondolkozni, de szépek ezek a korabeli hasonlatok. És Ára, van még egy harmadik programom, amit így az egyszemélyes vezetésbe szeretnék kidolgozni, nagyon-nagyon kezdeti szinten van. Hallottam én is erről a szellem megoldásról, és ez nagyon tetszett nekem. Hiszen van nekünk egy nagyon híres, negatív karakterünk az egri csillagokba, aki állandóan keresgél valamit. Hát miért ne ragadhatna itt Jumur szelleme, aki a gyűrűje hiányában nem tudott átlépni a paradicsomba? És ezzel már akkor rögtön lehet egy kis kalandjátékot is keríteni, hogy a gyerekek keressék meg, segítsenek Jumurgyáknak megkeresni a gyűrűjét. Na, és akkor, ha Jumurgyák megkapta a gyűrűt, akkor szépen távozhat a porondról. A kördéválláson még gondolkozom, hogy fogom megoldani, de szerintem, hogy belépek a. Tessék? Például. De szerintem belépek az irodába, az is tökéletesen megteszi, hogy Jumurgyák akkor végre megnyugodhatott. Ezeket a programokat azért lényegesen nagyobb létszámban tudnám megoldani, mint még egy zárt téren, az EGRI Vár, mivel még mindig négy és fél hektáron van, nagyobb területekkel rendelkezik, és ezek nagy része bizonyos szabadban zajlik. Tehát bőven van hely az embereknek, tehát szerintem akár egy olyan 50-60 embert is kényelmesen el lehet vezetni. Itt egyetlen probléma maximum az lehet, hogy milyen erős a vezető hangja. Nekem ezzel szerencsére komolyabb problémám nincsen mert Juli most ne hallgass ide, egyszer volt egy kis torlódás, és 250 ember sikerült úgy végigvezetnem egyszerre, hogy mindenki megköszönte, hogy részt vett ezen a túrán, és nagyon nagy élmény volt még úgy is, hogy a hátsó sorokba álltak, mert mindent hallottak. Tényleg a kazamatában minden egyes installációs elemet kétszer kellett beindítani, hogy mindenki lássa szépen, hogy hogyan működik a tüzes meg hogyan működnek a jelzőrendszerek, meg az ágyú hogyan sül el, de azt kell mondjam, nem volt elégedetlen ember még így se mondjuk nem ragaszkodnék hozzá, hogy állandóan 250 emberre rohangáljak, mert az utána rendesen jegelni kellett a torkomat nekem is. Tehát ezek azok a elképzeléseim, amit szerintem ö, kemény munkával érdemes lenne megvalósítani, amit egy ember vezet, de a vártőzeti kiállításban arra gondoltam, hogy ott is lehetne ilyen korszakos bemutatás, tehát ezt egyértelműen koppintottam már korábbi példákról ezt a lehetőséget, Viszont itt nem az, hogy különböző területeknek a különböző korait, hanem a várnak a különböző fázisai, amikor még püspöki központ volt, amikor ö, ostrom idő alatt, ö, ostrom alatt állt, amikor éppen már a törökök uralták, és hát azért a várnak van egy ö, rövid koros története is még pedig amikor Rákóczi itt rendezi be a fejedelmi székhelyét, tehát ezt is meg lehet jelenteni, és erre is van egy külön terem. Ez még megint kisebb létszámú csapatoknak lehet majd a terem, termek mérete miatt prezentálni, de még ezt tartom olyan ö, ö, dolognak, amit érdemes lenne megpróbálni, igen, ez esetleg érdekelni az embereket. Sajnos eddig még élesbe letesztelni nem volt alkalmam túl sokszor, bár már volt olyan próbálkozás, hogy a ugye a Gárdagy napokon volt, hogy Dobó Istvánként kellett vezetnem, meg vissza Gergelyként. Ugye de már volt szó, hogy nagyon nehéz ismert karaktereket, hát ezt akkor első megtapasztaltam. Egyrészt olyan koncepciót kitalálni, hogy Dobó István hogy a bánatba fog visszakerülni az ostrom után Egerbe, amikor Erdélyi Vajda. Meg kitaláltam azt, hogy császár különbözősítására ide rendelték. Kicsit erőltetett a dolog, de valamit gyorsan mondani kellett a vendégnek, hogy mit keresek én még itt az ostrom után két-három évvel, amikor a felújítások már zajlanak, és erre nagyon-nagyon jó eszköz, hogy tényleg újítják fel a várat. Tehát le lehet mutatni, hogy igen, az pedig ott a szép bársi, amin ra emberei még ma is dolgoznak. És tényleg, kicsikét furcsa ruhába, meg ilyen hatalmas vasszörnyetegek segítségével, de folyik a munka, és hát reméljük, hamarosan már le is zárul, de ez egy plusz elem, amit tulajdonképpen is szépen be lehet építeni, és akkor ezzel is közelbe lehet szerintem hozni a dolgot a látogatóknak. Egyelőre ezeken a karaktereken dolgozok, ami eddig nagyjából kész van, az a, már akár tényleg bemutató szinten is mernék vállalni az a, az a strázsamester, illetve ha nagyon-nagyon muszáj volna, akkor már a dervis karaktert is megpróbálom, de arra azért még biztonság szánnék némi időt főleg, utána járás, pontosabban megismerni cselebi leírását, meg egyáltalán felkutatni azokat a forrásokat, amik őról írnak, hogy ő milyen ember volt, mert róla viszont relatív kevés információnk van. Ez részben jó, hiszen szabad a gazda, olyan formálom a karaktert, akarom. De ha mondjuk jön egy olyan úriember, aki olvasott oda, ö, oszmán forrásokat, és esetleg ott van cselebi leírás, az már problémákat jelenthet tehát ezért ettől még kicsikét tartózkodnék. Hát a Jumurjack karakter pedig még felszerelés hiány egyelőre várat magára, de igyekszem minél hamarabb összeszedni egy török egykori tisznek a felszerelését, és akkor ennek is utána nézek, viszont ehhez meg az egri csillagot kell még néhányszor átolvasnom, mert ugye ez egyértelműen a regényhez ragaszkodik, és ezt éppen ezért inkább a gyerekeknek javasolnám, akik ugye a regényel találkoznak elsősorban, azért a felnőtteknek már jobban lehet mondani, hogy bizony azért a 16. századi nyers valóság ennél azért sokkal keményebb volt. Nem tudom, hogy időben hol járok, de én... Jó, akkor én ennyit szerettem volna elmondani, nem tudom, van -e esetleg valakinek valamilyen kérdése? akkor köszönöm szépen a figyelmet, és akkor át is adom a...